Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Az Eneos volt olyan jó fej, hogy elhozott minket Bolognába, ahol mindenféle autózásokban lesz részünk, de első körben megnézzük a Ferrari Múzeumot. Azért itt vannak elég súlyos autók, ez itt például egy 250 elem, alig több mint 30 darab készült belőle közútra, 3300 köbcentis V12, Scarfiotti és Bandini Le Mans győzelmének emlékére. És ott az alumínium kaszni, gyönyörű. Ez itt pedig egy darabka Enzo Ferrari egykori irodájáról. És remekül látszik, hogy az alapanyag nem változott, alumínium, csak közben egy kicsit a gyártás technológia átalakult. Ez itt egy 812 GTS, ez ugye a 800 lóerős 12 hengeres óriás kupé. Na, Ferrari léptékkel persze, ez pedig itt egy 812 Superfast, aminek a nevéről nem tudok nem egy pillanatragasztóra asszociálni. És csodálatos autó, felteszem, összehúgyoznám magam, hogyha vezethetném, de azokat a hegesztéseket ott, azokat nem tárnám ilyen bátran a külvilág elé. Nem szép. És nyilván azt teszik a kirakatba, amire a legbüszkébbek. Itt vannak a szuperautók, mert hát amúgy azok, ezek az autók tulajdonképpen megteremtették ezt a fogalmat. Ez itt egy GTO 84-ből, tekintsük úgy, mint a nulladik Ferrari Supersport. Ebben már benne volt a 2.9-es V6 biturbo, itt még csak 400 lóerővel. De amire mindenki kíváncsi, az az F40. Az alapértelmezett sportautó, az alapértelmezett Ferrari, hogyha a 80-as, 90-es években születtél, akkor ez ugrik be, mint sportautó. Ebben már 480 lóerős a motor, 1150 kg, mert karbon és kevlár az egész, nincs benne kilincs, úgy nyitott ki, hogy meghúzol egy kábelt, és annyira vékonyra hagyták a fényezést, hogy helyenként átsejlik alatta a szénszál. Ez itt a NASA Duct. A NASA az ugye a NASA-nak volt a jogelődje, és azt számolták ki, hogy az ilyen formára kinyitott légbeömlőkkel tudják a legnagyobb légmennyiséget bevezetni, anélkül, hogy nagyon megnövelnék a légellenállást. Ott van bent a motor, nagyon szedett-vedettnek tűnik, viszont pont ettől olyan őszinte, olyan gépi, olyan varacskos az egész. És nézzétek meg a három darab kipufogót, ez az egyik kedvenc részletem az autón. Az egy-egy hengersorhoz tartozó kipufogó végek, középen pedig a turbók vészgétjének a kifújója. Csodálatos a kerek lámpák, az, hogy az autónak kvázi nincs hátulja, egy rács az egész rajta lévő héjjal, átlátsz mindenen, át tudsz nyúlni mindenhol. Ezek nagyon komoly gépek. Meg őrülnék, ha egyszer, hát nem is az, hogy vezethetném, hanem hogyha egyszer akár csak beleülhetnék egy ilyenbe. 300 fölött ment, a legnagyobb riválisa a poszter versenyben, mert ugye a versenypályán sosem tudtak megmérettetni, hiszen a 959-es Porsche és az F40 is a B csoportba készült, de mire eljutottak volna a versenykész autókig, egyszerűen megszűnt a kategória, úgyhogy maradt terepnek az utca, meg hogy ki melyiket akarja az ágya fölé lógatni. A teki csávók, akik a kütyüre izgultak, azok inkább a Porsche-t vitték. A szenvedély az pedig mindig is a piros Ferrarié volt, hát még az F40-é. Kedves anekdota, ami még az F40-hez kapcsolódik, hogy Enzo Ferrari sosem szerette az utcai autókat. Nem érdekelték az utcai autók, azok csak pénztermelő eszközök voltak ahhoz, hogy a szenvedélyét, a versenyzést, a Scuderiát, a Scuderia Ferrarit működtetni tudja. És állítólag már nagyon öreg és nagyon beteg volt, amikor ez az autó megjelent, viszont erre még szóval ettől még azért ő is elmosolyodott, ezzel még ő is elégedett volt. Ez 1987-ben, ez egy hipertérugrás volt. És akkor itt a következő, 95, F50, nem kevésbé elborult autó, de addigra valahogy a világ talán kicsit utolérte, sosem tudott akkora hatása lenni, mint az F40-esnek, és a szaksajtó sem szerette annyira. Nyilván ahhoz most ott egy nagyobb fajta vagyon kell, ehhez elég egy kisebb fajta vagyon. De nyilván, ez már nem pénzem múlik, hogy meg tudod-e venni, ez azon múlik, hogy éppen van-e eladó, vagy ismersz-e valakit, akit meg tudsz győzni, vagy meg tudsz fenyegetni. Van a hozzátartozó motor, a klasszikus Ferrari V12 hengerenkénti pillangószereppel, tütével.
Egy szobor, tényleg szívem szerint a nappalimba tenném dísztárnak, mert csodálatos. És hogyha már az F50 egy kicsit felejthetőre sikerült, azért az Enzót, a következő nagy középmotoros Ferrarit, azt nagyon meg kellett rúgni. Ez lett ugye a vállalatalapítóval elnevezett Enzo 2002-ben. Nyilván akkor is a sportautógyártás egyik teteje volt, szintén kézen fogva a Porsche Carrera GT-vel, akkor azok voltak éppen a poszter riválisok, úgymond. Milyen érdekes, hogy ezek a kettős, tehát ez a két csúcs sportautó, a két gyártótól mindig megvan, és tök érdekes, hogy ehhez már az F140-es motort használták, ami a harmadik friss fejlesztésű Ferrari V12 volt az F133 és a Lampredi féle után, hogy ezeket nagyon sokáig futtatták. A Lamborghini még ennél is tovább használta, tehát a Lamborghini az még egészen a Murciélagóig használta az eredeti V12-jüket, amit Bizzarrini tervezett. És akkor megyünk szépen tovább, ismét eltelik 10 év, ismét jön egy Hiper Ferrari, a LaFerrari. Ez már hibrid hajtással, nyilván nem azért, hogy keveset fogyasszon, hanem azért, mert hogy még gyorsabb legyen. Ennek pedig a Porsche 918, a rivális, a szintén hibrid technikával. Tényleg tök jó, hogy ezeket mindig párhuzamba lehet állítani. Mondjuk az F50 mellé meg talán oda lehet tenni a GT1-et. És hát nyilván a 2020-as évekre is kellett durva dolog. Ez itt éppen egy SF90 Stradale, az XX programból. Ez az XX program, ez ugye azt jelenti, hogy te megvásárolsz egy ilyen autót, de nem viheted sehova, a Ferrari tartja neked, és bizonyos meghirdetett alkalmakkor oda mehetsz és vezetheted. Ezzel ez az autó tulajdonképpen egy gurulófejlesztő központ. Ez is hibrid, ott látszik a rendkívül prominens hajtáslánc, tehát hogy a V12 mögött van egy nagyon komplikált váltó villanymotor egység, 1080 lóerő a csúcs teljesítménye, ami azért elég súlyos, ez ugye a High Care System, tehát Kinetic Energy Recuperation System, de arrébb lehet vele menni. No. Rengeteg olyan apró részlete van az autónak, amiről érdemes megemlékezni. Például karbon felnyei vannak, ha jól tudom, ezt is a Carbon Revolution nevű cég gyártja. El tudom képzelni, mibe került. Itt még nincs aktív aerodinamika, de szerintem már annak a megjelenésére sem kell sokat várni. És az egész gépről sült, hogy nem csak félelmetesen hardcore, mint mondjuk a Porsche, de hogy van benne valami nagyon-nagyon olasz ellékíz, amitől ilyen burjánzó, olyan vad, olyan zabolátlan az egész. Azt hiszem, ez az, amit a Ferrari vásárlók igazán szeretnek ezekben az autókban, hogy nem csak gyorsak, de az összes többi gyártónál jobban hatnak az irracionális érzelmekre. Extrém kivételektől eltekintve, mint például az éppen bemutatott Purosang hobbi telepjáró, négy különböző Ferrarit különböztetünk meg. Van a V8-as középmotoros, vagy V6-os biturbo középmotoros, újabban kis sportautó, van a V12-es középmotoros nagy sportautó, ezen kívül van a V8-as ormotoros kis sportautó, GT autó mondjuk azt inkább, Portofino, és van a V12-es ormotoros GT autó, ez itt éppen a Superfast, de most attól függetlenül, hogy ezek GT autók, tehát valamelyest a kényelemre hangoltak, azért még ezek is pokoli gyorsak. Sokat elárul az, hogy nézzétek meg azt az istentelen harness bart, azt a keresztcsövet, ami ott keresztbe megy, amire bekötötték a négy pontos öveket. Mert igen, nagy, 12 hengeres GT autó, de a Ferrari ettől függetlenül versenypályás használatra is ajánlja. És komolyan veszik, tehát ez nem olyan, mint a sportcsomagos Renault Clio. Viszont, ami itt körben még jól látszik, az az elképesztő mértékű testre szabhatóság. Nyilván, ha már ennyi pénzt fizettetnek ki veled egy autóért, akkor lehetnek egyedi kívánságaid. Nyilván egy kicsivel még több pénzért, akármilyen cérnával megvarják neked az akármilyen bőrülésedet, de hát nyilván egy szövetüléses Ferrarival is nagyon boldog lenne az emberek többsége. Ez itt egy Ferrari 166 MM, ami a második Ferrari sportautó, sportversenyautó, ugyanis az első a 125S volt, ez annak tulajdonképpen egy továbbfejlesztése, egy evolúciója. A nevében az MM, az nem lehet más, Millemia, a legendás, híres hírhet országúti futam. Találó módon ez a Sala de Vittoria, azaz a győzelmek szobája, itt megemlékeznek az autókról és megemlékeznek a pilótákról is, ugye egészen az 50-es évektől, Ascari, Fangio, Hawthorne,
egészen a 2000-es évekig, ugye Schumacher és Räikkönen, itt vannak az autók is. A 156/85, ez ugye Prost által lett igazán híres és sikeres, turbomotoros, karbonkarosszériás, ez akkor a Ferrari-nak melőben új volt, mert monokokot alkalmaztak, kvalifikációs beállítások mellett több mint 1000, versenybeállítások mellett, tehát futambeállítások mellett 780 lóerővel. Aztán a Schumacher éra eleje, 399-es, és itt megyünk szépen végig a Schumacherrel fémjelzett autókon. Egy 2000, 2001, 2002, 2004, ugye itt jön majd a nyugdíjazás, és itt ül be Räikkönen, aztán pedig az SF1000, ez ugye a 2020-as autó. Mindig azt gondoltam valamiért, hogy ezek az autók idővel kisebbek lettek, de nem. Valószínűleg az arányok teszik, de ha megnézitek mondjuk a 99-2000-es évek autóit, azok lényegesen kisebbek, mint a 2020-as versenyautó. És hát nagyon szépen le lehet követni, hogy mennyit fejlődött az aerodinamika. Igazából ahogy telnek az évek, úgy lesz egyre több és több az aerodinamikai elem, amit felgraftolnak az autókra. Tényleg nincs olyan légáramlat, amit ne terelnének meg valamilyen irányba. Mindig elbűvöltek ezek a motorok, amióta egyszer egy Top Gear epizódban láttam, hogy mekkora kuplungot szerelnek rájuk. Ugyanis itt írják, hogy hát ott van a 2007-es autónak a motorja, az 19.000-et forog és 750 lóerős, ez itt már a 2003-as motor, az 845 lóerős, 18.000-es fordulaton, és nézzétek meg a hozzátartozó kuplungot. És ahogy előbb szó volt a 166 mm-ről, a másodikról, úgy itt van a 125 Sport. Ez volt az első utcai Ferrari. A burkolt kerekektől eltekintve nem nehéz meglátni a rokonságot. És ez itt a világ valaha volt egyik legszebb, hanem a legszebb versenyautója, a 330 P4, amit volt szerencsém vezetni. Némi csalással, ugyanis még a Total Car-nál dolgoztam, amikor egy parkolóparádén összefutottunk egy ilyen kora 30-as testvérpárral, akiknek ez a fajta autózás volt a szerelme, de olyannyira, hogy megtanulták az alumínium karosszíra gyártás művészetét, és legyártottak egy erre tökéletesen hasonlító, majdhogy nem rekreált 330 P4 kasznit, és építettek alá egy Mondial donorautó felhasználásával építettek alá gépészetet. Tehát tulajdonképpen csináltak egy 330 P4 replikát egy Ferrari felhasználásával. Szerintem így már egy kicsit azért több is, mint replika. Mindegy, itt most látni az eredetit, talán ha jól emlékszem, 4 darab létezik még belőle. Na, azért jó érzés. És hogy honnan lehet ismerős az a P4? Hát onnan, hogy ez az evolúciója a P3-nak, ami hát, hogyha a Ford V Ferrari, vagy hiszem Aszfalt királyai néven futott magyarul, az a nagyon jól sikerült ilyen kis autóversenyzős film Christian Bale-el és Matt Damon-nal. Szóval, hogy abban a filmben a Ford a 330 P3-as Ferrari-k felett arat győzelmet, ez tulajdonképpen a bosszúra készült a következő évben, ez a P4-es, a fejlesztett változat. És megérkeztünk napjaink Ferrariaihoz. Itt van a 296 GTB, ez ugye a V6 biturbó, nagyon hibrid, valamint itt van az F8 Tributo. De nekem ezek kicsit ilyen kivagyi, extrém dolgok, főleg azért, mert létezik a Róma. Ez az egyik legszebb makapható autó. Annyira finom, annyira ízléses, annyira jó agyrányú. Nem hiába Flavio Manzoni tervezte, ugyanaz, akinek az FF-et, tudjátok, a Shooting Brake Ferrari-t köszönhetjük. Csodálatos. Tudom, hogy a középmotoros, a versenyautó, a gyors Ferrari, a Ferrari, de azt hiszem, ezt vinném haza. Itt ér véget a múzeum, ez az ajándék volt, lehet venni pólót, esernyőt, cipőt, zoknit, bögrét, na jó, talán zoknit nem, de mindent, ami Ferrari is. És ez szerintem egy picit a kiárusítása az örökségnek, de vannak itt olyan ajándékok, amit szerintem lelki furdalás nélkül haza lehet vinni. Mutatom. Hoppá! Ez egy Ferrari Forma 1-es autónak hajtórúdja és dugattyúja. Nézzétek meg azt a dugattyú profilt. Tényleg, szinte negatívba megy.
1200 euró, ami tök jó biznisz, mert pont most olvastam egy cikket arról, hogy egy ilyen dugattyúnak a darabja az simán elérheti az 50 ezer eurót is. De hogyha sokallod 1200-ért a kettőt, akkor tudsz venni 850 euróért csak egy hajtórudat szintén a 2006-os Forma 1-es autóból. És akkor itt még vannak mindenféle okosságok, szelepek és társai, valamint féktárcsa. Szóval, ha rám hallgatok, engedjétek el az inget, engedjétek el a bögrét, és ilyet vigyetek haza. Én meg most megyek sírni.